mindennapi módon igyekszik a drogokkal, az alkohollal és a bűncselekményekkel teli életről alkotott hamis kép felől a tanulás és a sikeres jövő irányába terelni a gyerekeket a 15. kerületi cigány nemzetiségi önkormányzat. A Cabán általános iskolával összefogva ismert, a gyerekek körében népszerű, példaképnek tekintett emberekkel meséltetik el, mivel jár, ha valaki nem a helyes utat választja, és ami legalább ennyire fontos, hogy milyen sokat számít, ha valaki akár küzdelmek árán is, de sínre teszi az életét. Az előadás sorozat első vendége Rugós Beke, rapper és tiktoker volt. Azért lettem ide hívva, mert tudom, hogy ti nem hisztek a tanároknak, tudom, hogy az igazgatóknak, a rendőröknek nem hisztek. Ha nem hisztek, ez örökölcsön, akkor higgyél egy igazi volt gengszternek, aki el tudja mesélni, hogy milyen benn, mikor nincsen takaród, mikor a földön kell aludjál, mikor rád mennek 10, rád mennek 15-en. Nem eszel, öcsém. Cabán általános iskola egy köztudottan spontán szegregált intézmény, ahol az intézménybe járó fiatalok többsége a cigány közösségből kerül ki. Így a cigány önkormányzat, a 15. kerületi cigány önkormányzat mindenképpen úgy gondolta, hogy itt feladata van. Soha az életemben nem számítottam erre, hogy gyerekeknek fogok előadást tartani, és legyen egy meglepetés elért természetesen. Hogy miért fontos példaképet választani? Azért, hogy irányt mutassunk a jövőbe a gyerekeknek, mert nem mindegy, hogy ki az, akit maguk előtt látnak példaképként, és különösen a roma gyerekek szempontjából fontos ez, akiknek nehézséget fog okozni, valószínűleg a társadalmi beilleszkedés. Várjuk az előadókat, hogy a saját életük példáját elmondják a gyerekeknek, és ez alapján a gyerekek jó példát tudjanak látni maguk előtt. Én azért vagyok itt, testvéreim, hogy ti ne legyetek gengszterek, jó? Ne legyetek azok. Kérlek szépen benneteket. Ne kábítószerezzetek, mert nagyon rossz életetek lesz. Én azért vagyok itt, miattatok vagyok itt. Ha vannak nekem gyerekeim, el lehettem volna azokkal is, nem? De őszintén, ti itt kell üljek? Ingyen? Mertem volna pénzt csinálni, nem így van, tesom? Miattatok vagyok itt. Miattatok. Mert ha ennyi gyerek közül csak egy megváltozik, és azt mondja, hogy gyerekek, én nem akarok börtönbe menni, nem akarok elzárva lenni a szüleimtől, én nem akarok éveket ülni azért, mert elloptam egy telefont, vagy megvertem valakit. Aki verekedni akar, menjen el sportolni. Azt szeretnénk, hogy egyrészt a lemorzsolódás az egy picit csökkenjen, illetve a továbbtanulási esélyek növekedjenek. Egy preventív és elgondolkodtató beszélgetés keretében a diákoknak beszélünk a továbbtanulás, illetve a tanulás fontosságáról, a kábítószerektől, illetve a bűnöző életponttól való távoltartástól, illetve annak veszélyeiről. Rám gondolt, hogy én vagyok az a hiteles olyan a celeb, ami esetleg a gyermekeknek az elősegítésében vagy a fejlődésében tudok pozitív dolgokat mondani nekik. Nagyon nagy múlttal rendelkezek olyan téren, hogy nagyon-nagyon lentről jöttem, egyedül, szülők nélkül, segítség nélkül, és ezt szeretném bemutatni a fiataloknak, hogy igenis, aki akar tanulni, és van egy cél előtte, akkor természetesen ki lehet törni ebből a közegből, ha akar az ember, természetesen mindent elérhet. Szeretnél így kinézni, ahogy én? Szeretnél? Nem hallom. Nem. Szeretnél még gengszter lenni? Bármelyik ötök, amelyik gengszter akar lenni, szól az igazgatónő, bármelyik tantestület nekem, és ide jövök előadást tartani, jó? És elmondom, mi történik a lányokkal az intézetben. Elmondom, hogy mi fog történni az ilyen fiatal, vékony gyerekekkel, mint ti, az intézetben. Gengszterek akartok lenni? Tanuljatok, öcsém! Jó? Az elsősorban kisiskolásoknak szánt előadássorozat hamarosan újabb celebbel folytatódik, ám a helyes útra terelés, a segítségnyújtás ezzel még nem ér véget. Ősszel pedagógusok és pszichológusok bevonásával olyan tanoda is indul, amely ha kicsit másképpen is, de szintén a sikeres élet irányába tereli a gyerekeket.